Kedves nézőink, szokatlan környezetben köszöntöm Önöket, és egy szokatlan húsvétnak, szent háromnapnak látunk most neki ezen a 2020-as esztendőben, járványügyi helyzetünkben. Amikor a liturgiáról beszélek ilyenkor nagy hét előtt, amikor ennek kapcsán akár a szertartásokat magyarázom, akár oktatási környezetben, vagy felkészülési helyzetben beszélünk erről, akkor mindig elmondjuk azt, hogy az egyház hogyan ünnepli most a templomban a liturgiát, az hogyan alakult ki a 4. században nagyobb részt Jeruzsálemben, hogyan mentek el az zarándokok azokra a helyekre, azokban az időkben, amikor történtek a Jézusnak a különböző eseményei a nagy héten, hogyan emlékeztek meg a Szentírás felolvasásával, és hogyan próbáltak valami hasonló dolgot tenni, és hogyan érkezett ez meg aztán a mai liturgiánkba. Akkor, amikor ezen a nagy héten nem nagyon van lehetőségünk eljutni a templomba, legfeljebb ezekre a szertartásokra internetes közvetítéssel, tévé vagy rádió közvetítéssel tudunk eljutni, akkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mi a fő feladatunk a családokban ezen a nagy héten. Az, hogy minél jobban meg tudjunk emlékezni azokra a liturgiákról, amelyekben a korábbi években részünk volt, vagy pedig valami talán egészen más. Vagyis az is a kérdés lehet, hogy vajon valamit pótolni, vagy nosztalgiázni kell, vagy valami valódit is tudunk csinálni ezen a húsvéton, ezen a nagy héten. Hogyha megnézzük a nagy csütörtöknek a szertartását első alkalommal, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően egy családi ünnep, aztán pedig egy baráti társaságnak az ünnepe áll az emlékezésünknek a központjában. Vagyis nem valamiféle liturgia, nem valamiféle templomi vagy vallási esemény, hanem egy nagyon valóságos dolog a Egyiptomból való szabadulás, valóságos élménye a népnek az Egyiptom való szabadulás, amiért aztán akkor, amikor erre a szabadulásra az utolsó estejnek a felkészülését előírja Isten a kivonulás könyvében, akkor azt mondja, hogy nem csak most Nisza hónap 14. napján, hanem az összes év Nisza hónap 14. napján tegyétek meg ugyanezt a családotokkal, illetőleg rokonsággal összegyűlve. Érdekes az összegyűlésnek a mértékegység az, hogy amennyien el tudtok költeni egy bárányt vagy egy kecskét, amit majd le fogtok ölni. És a családban történjék meg ennek a megjelenítő megemlékezése annak, hogy Isten megszabadított bennünket. És akkor leírja azt, hogy mit csináljatok, annak van egyrészt ott is értelme, hiszen a keserű saláta, a kovásztalan kenyer, amit gyorsan meg lehet sütni, a bárány vagy kecske, amit gyorsan el lehet készíteni, és azért fogyasztják el, mert nincs idő arra, hogy tartósítsák, hogy eltegyék, hiszen másnap hajnalban elindulnak és vándorolni fognak. Benne van tehát a jelen helyzetnek a nehézsége, de mégis szimbólumokká válnak az egyiptomi fogságnak a keserűsége, a sós könnyek, amelyeket hullatnak, a sietsége ennek a bárány elfogyasztásának. Ugyanakkor már a jövőnek is ott van a szimbóluma, hiszen azt mondja, hogy saruval a lábatokon, derekatok fölövezve, vagyis hogy úti ruhában, bottal a kezetekben tegyétek mindezt, vagyis nem valami olyasmi valakik, akik siratják az Egyiptomot, hanem akik készülnek az ígéret földje felé. És aztán a zsidó nép azóta is minden alkalommal Pészákkor megüli ezt a családias vacsorát, ezt a pészaki vacsorát, és ezzel részese lesz Istennek a szabadító tettének. Megemlékezik arról, hogy Isten megszabadított bennünket, és folyamatosan kész arra, hogy megszabadítson bennünket. Nem egyszer volt ez a történelmi múltban, hanem a jelenünk részévé teszi. Jézus ugyanúgy leül az utolsó vacsorán a tanítványaival, valami hasonló rituális vacsorára, hogy ez valószínűleg, hogy egy ilyen pászka vacsorára, és ezen a vacsorán a tanítványaival megint rituálisan és mégis barátján együtt van. Olvassuk a Szent Leckében ezen a nagy csütörtökön, hogy hogyan, mi is történt a kenyérrel és a borral, hogy megáldotta, hogy hálaadó imát mondott fölötte, és valami új jelentőséget tulajdonított neki, ez az én testem, ez az én vérem, és odaadja jövőre nézve, hogy
ezt a kenyértörést, ezt a bornak a megáldását és megosztását tegyétek majd a jövőben is az én emlékezetemre. És csinál még valami nagyon fontosat Jézus, megmossa a tanítványoknak a lábát, olvassuk az evangéliumban. Mert hogy azt mondja János evangélista, hogy tudjuk, hogy mi van a kenyérrel és a borral, a rituális vacsora többi részét meg annyira tudjuk, hogy le sem írták az evangélisták és a levelek sem. Viszont azt mondja, hogy már nagyon, nagyon fontosat tett Jézus, megmosta a tanítványának a lábát. Isten megszabadít bennünket, de nem fölülről, hanem az alázatnak, mondhatni, hogy szinte a bűnbánó alázatnak a gesztusával. Ezen a húsvéton mi is az, amire tanít bennünket ez a liturgia? Egyrészt arra, hogy a nagycsütörtökön nekünk is lehetőségünk van arra, sőt nagyon is ebben az összezártságunkban, hogy családi módon, valami családi étkezést költsünk el. Akár arra, hogy a gyerekeknek a bevonásával egy kis kovásztalan kenyeret süssünk. Arra, hogy kitaláljuk, hogy miket fogunk enni, és azok mire fognak bennünket emlékeztetni. Itt a spenót, a zöld ételek, ugye a Grüne Donnerstagnak a neve miatt megjelenhetnek bizonyos hagyományokban, de mi is ehetünk céklát, vagy bármi más. Egy picit megállni ezzel az étkezéssel, és azt mondani, hogy valami rituális külsőt adunk neki. És akár egy étkezés előtti hosszabb imádsággal az asztalnál megemlékezünk arra, hogy Isten mi minden jót tett velünk ezen a napon, ezen a héten, ebben az évben. Mi az, amit meg tudunk köszönni Istennek, és amit meg tudunk eleveníteni ezen a napon is. Aztán ott van a lábmosásnak a szertartása. A lábmosásnak a szertartásában Jézus azt mondja, hogy új parancsot adok nektek. Hogy ahhoz, hogy Istennel asztalhoz tudjunk ülni, hogy meg tudjuk neki köszönni, ahhoz egymásnak is tudnunk kell megköszönni, és egymástól is tudnunk kell bocsánatot kérni, az alázatnak a gesztusait gyakorolni. Talán a lábmosás egy kis családban talán túlságosan teátrálisnak tűnik, de valamilyen módon egymáshoz fordulni, valamilyen módon egymás felé kifejezni a szeretetünket, szolgáló alázatunkat, vagy a bocsánatkérésünket, nagyon szép és valódi gesztusa lehet ennek a mai napnak. Nagycsütörtök nem arra hív bennünket, hogy nosztalgiázzunk arra, ami tavaly, vagy tavaly előtt, vagy a gyerekkorunkban történt, hanem arra hív, hogy Istennek a szabadító tettére emlékezünk, ahhoz kötődjünk, avval kerüljünk kapcsolatba, mert Isten most ezen a húsvéton ugyanúgy velünk van és átvonul velünk, mint ahogy az egyiptomi fogságból való szabaduláskor átvonult a választott nép fölött, és mint ahogy ott volt az utolsó vacsorán, kenyértörésben és Jézusnak a szavaiban. Legyen bátorságunk időt és helyet kiszakítani ebben a nagy hétben, a otthonainkban, a családjainkban az Istennel való kapcsolatnak. Szép húsvétot kívánok!